történetmeséléssel, humorral, őszinteséggel és nagyszerűen előadott versekkel érkezett. November 13-án este ez Namenák István színművész az Albert Falvik közösségi házba. A környéken felnőtt és sokáig itt élő színészt unokahuga, Znamenák Rita és Balogh Zsuzsanna, az Albert Falvi Közösségi Ház munkatársai kérdezték gyermekkoráról, karrierjének alakulásáról. Nagyon megtisztelő egyébként, mert hogy én, mint Albert Falván fölnőtt ember, kerültem most így a képbe, hogy ide jöjjek beszélgetni. Valamiért azt gondolják, hogy én híres vagyok, vagy nem tudom mi, hogy itt Albert Falván, és ez fontos persze nekem is, és jól is esik. Znamenák István nehezen kezelhető gyerek volt, szeretett a figyelem középpontjában lenni. Szülei ezért is iratták be egy drámapedagógiai csoportba, amely végül meghatározta életét. Egyedüliként ő lett színész az ott tanuló gyermekek közül. A Jászai Mari díjas színészt, rendezőt legtöbben a Megáll az idő című filmből ismerik, de mostanában is látható sikeres filmekben. Most jött ki a Drakulics elvtárs, amiben játszom, és hát most majd december 3-án lesz a Duna TV-n a Nino Bárkája című film, aminek a főszerepét én játszom. Aki viszont színházban szeretné látni az Albert Falvi színészt, annak fel kell ülni a 47-es villamosra és egész a végállomásig a Deák térig utazni. Az Örkény Színházban rengeteget szerepel Znamenák István.